közepén a medvéknél hagytuk abba erdélyi kalandozásunkat, mai adásunkban pedig több megyét is bejárunk majd egy igazi magyar báróval. Itt a Hargita környékén, a nagyhegyek között egyébként, ha esik, esik, ha hideg van, tényleg nagyon hideg van, de az emberek végzik a dolgukat. Úgyhogy hiába szakad, nincs mese, nekem is mennem kell egy fontos találkozóra, egy erdélyi arisztokratával, aki fiatalkora ellenére rengeteget tesz az erdélyi magyarokért. Kastélyokat és földeket próbál visszaszerezni a régi tulajdonosaiknak, iskolákat, kollégiumokat épít a szorvány magyarságnak, közben rengeteget utazik, gyakorlatilag az autója az irodája, és ha épp ideje van, még néptáncot is tanít gyerekeknek. Bánfi Farkas báróval egy székely faluban, Ivóban futunk össze először, hát hol máshol, mint a világ közepén, a falu kocsmájában. És már is kiderül, mit jelent a 21. században bárónak. Nézzek! Szevasz, Tilla! Jó napot kívánok! Hadd mutassam el barátomat! Bánfi Farkas! Tilla vagyok! Tiszteletem! Csak így Bánfi Farkas? Báró Bánfi Farkas, azt nem kell hozzá mondani? Már nem hát kell? Valaki mondja, valaki nem mondja, mindenkinek a... Tibi Gyors! Gyorsan megy itt minden! Tibi Gyors! Köszönjük szépen! Na! Köszönöm szépen! Pepen drága! Már ez egy jó sztereotípia, nem? Hogy mindig isznak Erdélyben. Hát, ez így van. Tehát most ezt tagadhatnánk, de most lássuk be a valóságot. Ez így van. És ebbe te például beleszoktál, beletanultál, vagy beleszülettél ebbe az egészbe? Az ívásba vagy Erdélyben? Nem, az egészbe, az egészbe. Az egészbe? Beleszülettem, és édesapám még révén, meg hát a család révén azért ebből elég sokat láttunk, meg hallottunk, meg tanultunk, és akkor így nekem már itt, tehát én hazajöttem. Én nagyon sokan mondják, hogy jó, ott születtem Magyarországon, ott éltem igazából 25 éves koromig, annak ellenére, hogy azért sokat jártunk, meg csináltunk dolgokat errefelé, de így számomra ez egy annyira otthonos dolog volt, hogy nem volt egy ilyen nagy váltás. De akkor te erdélyi vagy. Igen, én gyermekként is így voltam, hogy mi erdélyek vagyunk, mi tudtuk ezt otthon is a falunkban. Őszintén, mi a teljes neved? Hát ha én saját magamat akarom megszólítani, akkor Farkas. A bővebben? De hát ez a Báró Losonci Bánfi Farkas György Béla. A faluba, vagy akárhol baráti körben, a Farkas vagyok. Sőt, jobban szeretem is, ha Farkas vagyok. Jön a vihar! Vagyok. Az erdőnek jó az eső mindig. Én azt szeretem, ha Farkas vagyok. Ugye ez a mindenki szeret, hogyha önmagát a saját dolgai alapján ítélik meg. De most, ha vesszük a saját falumat, ott van, hogy úgy szerintenek, hogy báró. De mondjuk a kamaszok, a fiatalok mind úgy szerintenek, de ez egy becenév is egyben. És miért lettél te Farkas? Az érdekes dolog, hogy régen a nemeseket sohasem hívták úgy, hogy Farkas. A Farkas... Dehogy nem. Hát... Az volt Betlen, volt Bánfi, volt, tehát voltak farkasok. Voltak farkasok? Igen, az 1800-as években volt is egy Bánfi farkas. De hol születtél? Én Magyarországon születtem, Budapest mellett egy faluba, aztán egyházi bentlakásban voltam Bencéseknél, Ferenceseknél, egyetem, és egyetem után jöttem le Erdélybe, és kezdtem várjál, fogalkozni. Akkor te olyan klasszikus iskolákat jártál be egyébként a család miatt, amiket mondjuk 200 évvel ezelőtt is egy nemesnek be kellett járni, hogy... Mert régen is csak, nem, csak vallási iskolákba jártak. Hát egyházi iskolákba jártak, ha tehették. Mert ugye, hát mondjuk van a híres bencés nevelés, mindenki hallott róla. Az mit jelent? Hát ugye ez egy fegyelem és hatalmi elvű, hatalomrendszerű dolog volt, amikor ott szabályok voltak. Tekintélyelvű, ez az. És én úgy gondolom, hogy ez nekem nagyon jót tett. Na, induljunk. Mindenkit meghívok, jó? Én fizetek most, aztán menjünk. Korán reggel nekivágunk az erdélyi szerpentineknek, megyünk a Bánfiak családi birtokára, Fugadra. Ó, na itt vigyázzál, hogy kilépjön a léde. Nem futnak, a tejnek lassan mennek. Látod, pont ki. A tyúkokkal van baj. Vigyázz, mert nem, belefog. Azt te komoly, így nyomod? Hát de ezek áldóan, ezeket már így ismered, hogy milyen gyorsabb. Hát ilyen érdekes, ez nem... Hogy kerülted ki a tejlet? Én azt hittem, hogy el fogjuk ütni szegényt. A juhoknak lehet dudálni például, a juhok megindulnak tőle, a tehenek nem indulnak meg a dudálásnak. Te én semmi nem érdekli, nem? Azt ha ütöd. Téged gyerekként hogy kell elképzelni? Milyen gyerek voltál? Te a család szerint nagyon rossz. Egy nagyon-nagyon eleven, éjjel-nappal a feltűnést kereső, ilyen ugye 7 gyermek között voltunk.
vagy voltam. Nekem voltak a nővéreim, volt három nővérem. Ha mondjuk leültünk az asztalhoz enni, akkor az úgy kezdődött, hogy egyszer akkor a lányok vesznek, ugye? Tehát, és akkor a három nővérem vett, és utána a húgom is, tehát pedig ő kisebb, mint én. És akkor utána a fiúk, és akkor a bátyám. Tehát én már így, és a kisöcsém meg úgyis volt a legkisebb, hogy jó, jön, aki adjunk hamarabb. De mindig én mondom, az utolsó. És akkor ezzel küzd az ember. Tehát én amíg nem kaptam két pofont, addig én nem nyugodtam meg. Édesapám az iskolában is mindig ment, és mindig mondta, hogy pofozzák meg. Nincs más esély, tehát higgyék el. A tyúkok azok mindig keresztbe futnak előtted, az amerre áll a feje, arra megy. Tehént azt meg így, hogy menjek át a telnek az úton, az így lehet kerülgetni, nem fog kilépni eléd. Nem. Csak arra kell vigyázni, hogy valamelyik ne uroljon fel a másikra, mert ha meg akarja hágni, akkor indulnak be, azon kívül nem. Ja, azon kívül nem. És a tükröket viszont durván lecsapják. A gyerekkorodban szóba került ez a báróság, vagy az, hogy ti nemesek vagytok? Hát ez természetesen azért szóba került, ezt így mi is ugye találkoztunk vele. De milyen formában találkoztunk? Hanem ilyen mese szinten ugye, meg most egy leültünk este vacsorázni, jött valami vendég, és akkor szóba került valami, és akkor mi hallgattunk, mint tehát ilyen, ez egy, volt egy ilyen mese, amit így mindig így hallottunk, meg tudtunk, illetve azt gondolom, hogy a nagyszülők, szülők nagyon figyeltek arra, hogy mi erre ne hozzunk úgymond szégyent, hanem mi ennek próbáljunk meg megfelelni. Mert egyfajta elvárás is van ezek a családokkal szemben, és hogy tehát becstelenséget vagy gerinctelenségeket ne kövessünk el. Nagyon érdekes volt a kommunizmus idején, eljöttünk, hogy előbb-utóbb mindenkiből raktáros lett, mert ugye ezek nem loptak. Tehát édesapám 2 évig volt élelmiszerraktáros a katonasságnál, és akkor leszerelt, ő volt egyedül közlegény, meg még egy, mert mindenkit előléptettek, de hát őket nem lehetett, ugye származási alapon nem lehet előléptetni. De hát végén mondták, hogy a Bánfi maga az első pályafutásom során, aki nem küldhat bíróság elé innen. Mert általában az élelmiszerraktárból mindenki oda került, mindent elcsencseltek. De ő nem, és nagyon sokat tudunk, aki itt ott raktáros volt, mert tudták, hogy akkor rendben van minden, nem tűnik el a szajré. And if I look back, try to remember the good times, warm days, silver sun. Fugadon te mikor jártál először? 1997-ben. Egy temetésre jöttünk, és akkor édesapámmal, édesanyámmal, de akkor ugye még Magyarlapádon laktunk, mert még nem kaptuk vissza, és akkor jöttünk át és megnéztük, de akkor még működött benne az iskola. De hát, hogy bemenni nem tudtunk, csak így kívülről megnézegettük. Igazából, de hát akkor ugye már így gyerekként ez egy ilyen nagy dolog volt, hogy na, amiről mindig hallottuk a meséket, az úgy egyszer csak előjön, és így tényleg ez valós, és nem az, hogy na, hallunk róla, meg látunk egy képet, hanem az ember ott áll alatta, ott van az épület tövébe, na ez az az erdő, ez az a föld, igen. De miről szóltak a mesék? Hogy a szülők még laktak itt? Nem, a szülők már nem, de a nagyszülők igen. És akkor ugye erről állandóan mentek a történetek a vacsora mellett, amikor jöttek a vendégek, vagy nem átjött a nagybácsi, és akkor ja, igen, amikor még Fugadon, nem tudom mi volt, vagy nagyanyánk leült, és akkor mesélte, hogy hát igen, ez pont olyan, mint nem tudom, Fugadon volt a faluban, nem tudom micsoda. És akkor ez egy ilyen tehát számunkra egy ilyen kalandregény volt. Egy családi legendárium. Igen, és akkor utána mentünk, szólt, és megnéztük az esti mesét is. De akkor ez a ti családi birtokotok? Itt igen, Fugadon? Igen. Tehát ez ugye nagyapámé volt, és akkor onnan igényelte vissza a család. És hát most a családból én foglalkozom vele. Tehát nem a tied tulajdonképpen, hanem te vagy az, aki felvállalta a családból, hogy hajlandó erre energiát, meg időt szárni, igen, hogy valahogy igen, itt mindig felügyelve legyen? Igen, és az életemet én erre teszem fel, és akkor így mindig mindenki jöhet, mindenki itt alszik, mindenki itt nyaral, mindenki itt van, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb befejezzük a munkátokat, és akkor még nagyobb kényelemben lesz mindenki, de ugye ez nem egy ilyen aranybánya, hogy aztán itt jön ebből a hatalmas összeg, hanem egy ebben mindig így visszafektetni, és még így lesz ország egy 10 évig. És most neked ez az otthonod? Hát a könyveim és mosógépem itt vannak. Én Magyarországon is hazamegyek, és ide is hazajövök. Szemközt az egész dombod, az szőlő volt.
és itt 17 hektár szőlő tartozott az épülethez, és ennek a borát ugye itt készítették, ide tartozott. Ja, és itt tárolták? És itt tárolták, igen, tehát óriási hordók voltak, hatalmas sztorik vannak, hogy aztán mekkora hordók voltak, hogy hány ember fért bele, és hogy takarították, és tehát nagyon sok ilyen mese van, és amikor az oroszok jöttek, tudom, szétlőtték a hordókat, és belefulladtak a kiömlő borba, mert úgy megrészegettek, és tehát nagyon sok ilyen van. Hát a valóság az az, hogy mire visszakaptuk, persze üres volt, csak a romok voltak itt. De ezt a bort itt eladásra készítették? Tehát ez is, egy olyan gazdaság, igen, volt, igen, ami ebből pénzt termelt, ez csak a család? Itt már a századforduló előtt itt díjnyertes borok voltak. Itt volt tehát jó bor? Mert volt ugye Erdélyben nem sok helyen van jó bor. Küküllőment az egyetlen történelmi borvidék, és hát itt a Csombord, Enyed, Magyar Lapát, Fugod, ez egy jó bortermű vidék volt. Hát a bécsi borkiállításonról vannak ilyen iratok, hogy itt 896-ban a finom fugadi vegyes, tehát ugye, amit most úgy mondanák, hogy fugadi küvé, az milyen díjat nyert. Ez maga a kastély. Hát igen, vagy kúria, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Egyik oldalon voltak a fegyverek, kirakva a vadászpuskák, stb. Ez egy ilyen előtér volt, és akkor az egyik oldalon ott lakott nagyapám, a másik oldalon az ő anyja, és akkor tehát megvolt annó a funkció, pontosan nem tudunk mindent, de hát ugye ők 33-ba fejezték be, vagy 35-be az építkezést, és 40-ben már miniszter lett Budapesten, és ők felköltöztek a Lóránc Zsuzsanna utcába, Budapestre. Akkor ez csak egy nyári lak volt? És hát nem, akkor háború volt, akkor már nem voltak ezek a nyaralások. Úgyhogy akkor már ők hol ide tartozott, ugye Észak-Erdélyt visszacsatolták, ezt nem csatolták vissza. Ez pont lemaradt? Ez pont lemaradt, ugye. Tehát ez egy viharos idő, tehát azért annyira nem jártak nyári lakra. De ez a környékbeli gazdaságnak volt a központja, illetve hát a család elvileg itt lakott volna, ha nem Pesten lakik. És te látod magad előtt azt az életet, ami itt volt? Hát ezt annyira nem. Tehát nem tudjuk, hogy mi lehet. Nem megy benned ez az egész? Hogy... Nem, de tehát el tudom képzelni, hogy valószínűleg mi lehetett itt, de nem szoktam rajta gondolkodni. Tehát én azt gondolom, most inkább az én feladatom azt, hogy újra életet teremtsünk benne. De azt az életet? Tehát van egy víziód, amit szoktál látni, hogy 1910-ben mondjuk mi lehetett itt, és azt szeretnéd rekonstruálni? Nem, mert most ki tudja, hogy mi volt itt 1930-ben, 1910-ben, vagy 1850-ben, vagy 1800-ban. Tehát ugye most melyiket akarjuk rekonstruálni? Én azt gondolom, hogy a mai világot kell ezekbe a régi terekbe bevinni, és a mai funkciókat kell megtalálni, és azáltal a mai funkció által egy hosszú távú tervet kidolgozni ezekre az épületekre, akkor lesz ezeknek jövője, létjogosultsága, jövője, igen. Ugye tulajdonképpen ezek cégek voltak, ezek családi vállalkozások voltak, tehát nem lehet most se azt mondani a családi vállalkozásnak, hogy hát öreg apámnak volt két disznó, én is két disznót akarok, mert akkor éhen fogunk halni. De neked például azért biztos, hogy több közöd van a történelemhez, vagy a történelem szeretetéhez, mint sok embernek, különben nem csinálnád ezt. Nem, én szerintem ez nem ettől függ, hanem ez attól függ, hogy a otthon mit kaptál. A románoknak ez a mindig idézett első 7 év otthon mondása, hogy amiben te belenőttél, én abban nőttem bele. Román mondás? Igen, ez a... Használsz román kászán mondásokat? Hát lassan már igen. De, hogy van románul? Sáptyány delkászá. Ez mi? Első 7 év? Ez első 7 év, igen, otthon. Tehát minden azon múlik? Igen, ugye mit szívsz magadba? Milyenek a gyökereid? És mit láttál otthon? Mik voltak a példák? Abba az irányba mész el. Általában ugye ez iránymutató az embernek a jövőbe. Hát nem feltétlenül mindenkinél, de nagyon azt gondolom, mindenkinek meghatározó. És azt gondolom, hogy én egy olyan gyerekkort éltem meg, ahol ezeket a dolgokat tiszteltük, ezeket a régi bútorokat használtuk, ezek között éltünk, ilyen képek, ilyen metszetek voltak a falon, és én ezekbe szerettem bele. De mi maradt nektek ott még Magyarországon, amikor gyerek volt? Tehát fotók gyakorlatilag? Hát fotók, rajzok? Egy-egy bútor, akit valaki visszahozott, visszaadott, egy-egy
állat, bőr, egy agancs, amit nagypapa lőtt, ilyesmi. Tehát volt néhány olyan dolog, amiből aztán kialakultak a mesék. Egy ezüst lapos üveg, egy hiúzbőr, amit mi tudtuk, hogy annak mi a története, és azokról mi nagyon sokat hallottunk. És ez egy valami híres zongora? Hát ez egy díjat, ez a Párizsi világkiállításon díjat nyert zongora. Kitüntetve az 1900. évi Párizsi világkiállításon. Mi ez? Keresztély Sándor? Budapesten? Lubidor, ez Pácse, világ gyermekei békét akarnak. Ugye ez itt a fugadi iskola volt, a fugadi román gyerekek tanultak itt. Értem, ott vannak a betűk, itt tanultak a betűket, itt vannak számok, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ők festették ki. És hát ugye, látszik a tábla, hogy van föltéve, ugye. Hogy ja, az ajtóra rátették? Igen, és akkor amikor festettek, akkor se szedték le, tehát ezt dizájnra sokat nem adtak. Na, menjünk. Mennyire volt romantikus itt az élet? Tehát nagyapádék hogy éltek? Mindig azt gondoljuk a földesurakról, hogy igen, hogy ők így bálokat szervez, olvasnak, nyelveket beszélnek, néha elutaznak Párizsba, csodálatosan felöltözött hölgyek teáznak egy ilyen gyönyörű teáskészletből a teraszon. Igen, és aztán felébredünk, és a kezünkbe lóg a bilibe. Ugye ez az, amit nagyon sajnálunk, hogy a kommunizmus ugye egy ellenérzést akart kiváltatni ezekkel a családokkal szemben. Én most ugye, nem rosszra gondoltam, hogy inkább a végtelen nyugalomra. Hát igen, ellenben ugye ez irítséget generál, mert azt mondják az emberek, hogy hány meg, még dolgozunk éjjel-nappal. Ezek meg csak henyélnek, s olvasgatnak, s utazgatnak, s báloznak. Hát a valóság az volt, hogy amikor itt ilyen több ezer hektáron gazdálkodik valaki, az nem henyél. Tehát aznak azt végeznie kellett, különben pillanatok alatt csődbe ment. Ez ennyi emberek, dolgozott, mint ma egy vállalatigazgató. Ezek az emberek, ezek keményen dolgoztak, csak nem egy menedzser volt, aki holnap esetleg elment egy másik céghez, mert ott jobb állásjánatot kapott, hanem a sajátját, a családjáit, és az egészség a jövőjét kellett fenntartsa, és esetleg a család távolabbi rokonait kellett eltartsa. És nem csak önmagukért, hanem igazából annó a falu közösségért is egyfajta felelősséggel szolgált, mert nem az volt, hogy feladok egy álláshirdetést és jön valaki, hanem az volt, hogy ugye azok dolgoztak, akik ott laktak. Uh-huh. Tehát amikor Józsi bácsinak megdöglött a tehene, akkor baj volt, mert Józsi bácsi ugye nem éli túl a dolgot. Nekem viszont szükségem van az ő munkájára, tehát én segítek Józsi bácsin, hogy ő tudjon tovább dolgozni. Ha nem is mindenki jó szándékából, de az adott szituációból felelősséget kellett vállaljon a közösségére. És te hasonlítasz nagyapádra, aki itt lakott? Milyen szempontból? A külsőleg, belsőleg. Állítólag így, ha még kopaszodom egy kicsit, akkor teljesen. De... neki volt esetleg valami neki volt bajsza, bajusz? Neki volt bajsza, igen. Nekem meg attól függ, mennyire vagyok lusta, azt szerint van. De volt már bajuszod neked? De akkor én szakállal együtt. De az, hogy milyen ember volt, azt lehet tudni? Ez elmondani, hogy hasonlítasz rá szerinted? Hát én azt gondolom, hogy ő is egy nagy ilyen szervezkedő, sokat rohangáló, tevékeny ember volt, igen. Mint megtudtuk, a NASZ útjait is úgy rendezte, hogy közben mindenféle üzleti dolgokat le tudjon beszélni. És, tehát ő egy ilyen nagyon aktív valaki volt. Hova ment a NASZ út, akkor Budapestre? Nem. Lement Görögország, Izrael, Libanon, Tunézia. Abban az időben? Hát igen, sok turistával nem találkozhatott. Egyiptom. Igen, viszont onnantól kezdve Libanonba szállították lapra szerelve a gyümölcsös ládát az fafeldolgozó cégtől. De azért kicsit értük is csinálod? Néha eszedbe szokott jutni, hogy valahogy ez egy olyan dolog, ami... Nem az jut eszembe, hogy értük, de így hogy a családért és így a történelemért, tehát hogy ez be van kötelezettség, ez persze benne van. De igazából olyan szinten élvezem, hogy
ezek nem is kell eszembe jussanak. Tehát nekem annyira jól esik ezt az egészet csinálni, hogy nem kell azon gondolkozzak, hogy akkor most mi az, ami kéne motiváljon. Mert már annyira motiválva vagyok, hogy már nem szükségesek ilyen pluszok. Számomra nem is volt kérdés, tehát ez egy teljesen egyértelmű dolog volt, én kell jöjjek. Pont. Hát igen, de szerintem nagyon sok ember egy szélmalomharcot látna ebben, és elfáradna, te pedig valahogy látod ennek a végét. Hát akkor lenne szélmalomharc, hogyha csak ezzel foglalkoznék. De egyszerre foglalkozunk 87 dologgal, és mindig amelyiket meg tudjuk, amelyiken tudunk tovább lépni, azzal foglalkozunk. Mert 87 dolog, az mind kastélyfelújítás? Nem, egy kastély, egy szorványkollégium, egy föld, egy erdő, egy nem tudom, most éppen második András sírját sikerült úgy néz ki megtalálni. De hát ilyen egy templom építés van éppen folyamat. Hát így mindenben egy kicsit belemászunk, egy kis néptánc, egy kis bálszervezés, egy kis tábor. Második András sírja, az hol van? Az Temes megyébe. Ezt lehet Temes tudni van. Pontosan? Hogy... Igen, igen. Egres községben, és sikerült a szondákkal rájönni, hogy hol van az a Ciszter kolostor, amelyik valószínűleg rejti a sírját. Volt egy szarkofág? Nem, van egy kolostor a földben, a romokban, amiben valószínűleg benne van második András sírja, és ezt idén májusban ezt a telket én megvettem, és most ott ásatnak a magyar régészek a Bánsági Múzeummal együtt. Major Balázs vezeti a régészeti kutatást, a Kis-Szíriában is ugye olyan kiváló módon végzi tevékenységét, és hát ugye most kapott Európa polgára díjat, és hát vele együtt igazából egy ilyen, ez egy nagyon érdekes és szerintem nagyon csodálatos dolog, amikor az ember egy Árpád-házi királynak a megtalálásában egy ilyen kis részt vállalhat, hogy a más nem, én nem értek a régészethez, de legalább most a telek az én nevemen van. Hát ez egy elég fontos dolog. Igen. És akkor lesz egy pillanat, amikor egyszer csak kinyílik a sír, hát és ugye most már találtak sírt, és már, de még ez valószínűleg nem második Andrássé, már ott a falak megvannak, a kolostor megvan, tehát csak most ez egy hosszú munka. Van, aki ugye azt mondja, hogy te többet vagy az autódba, mint otthon? Ez egy olyan dolog, hogy mivel több helyen vannak családi történetek, meg több helyen vannak olyan kis apró projektek, meg kezdeményezések, amikben én valamilyen szinten szerepet vállaltam, hogy egyszerre, hogy így azért el kell mennem Szilágyságba, el kell jönnem Kovászna megyébe, Maros megyébe, Hargita megyébe, kell mennem, ott vagyok eleve Fehér megyében, azért itt több száz kilométerekről beszélünk, amikor utazunk A-ból B-be. Emellett ugye azért a tulajdonosi körnek is egy része Budapesten van, meg azért én ott nőttem fel, havonta 4-5 napot felmegyek Budapestre. És arra nem gondoltál, úgy az életed nem működne, hogy valakiknek kiadnád a munkát? Tehát, hogy nem te lennél egy egyszemélyes hivatal, hanem mondjuk ilyen titkáraid lennének. Vannak dolgok, amit természetesen más intéz, és nagyon sok segítségem van nagyon sok helyen. Ez egy olyan dolog, amiben vannak olyan részek, amikor én kell menjek és én kell megbeszéljem. A másik pedig az, hogy ebben az országban senki sem szeret semmit telefonon intézni, hát mi se. Megjöttünk? Már. Ó, de jó. Ahogy nézem így a fék. Szép ez a kastély, mondjuk nem látom mekkora. És mit csinálsz most itt? Mit kell itt dolgoznod? Hát kellene találkoznom itt Tüzes Istvánnal, aki így a kastély restaurációkban dolgozik. Nagynak számít ez a kastély? Vagy hát ez egy igen vicces dolog benne, hogy ez a melléképületekkel együtt nagyon nagy, de egyébként maga a kastély nem, viszont ilyen sok tornyos, ezt sokszor hozzáépítettek, átalakítottak. Ez egy mondjuk azt, hogy hosszú történelemmel bíró, de... Hány száz éves ez? Hát ugye a legelső pont, amikor ezt, tehát ilyen 15. században már azért itt elindult valami, de ezekről mindig viták vannak, hogy mik a pontos adatok. Tehát elvileg ugye ez így kétszintes, de itt bent is állandóan változnak a szintek. Vannak ilyen fél emeletek, meg másfél emeletek, meg az egyik pince, a másik nem pince. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon ilyen zegzugos, romantikus kastély, amiben kiváló ilyen protokoll, apartmanokat, ilyesmiket lehetne csinálni. Hány kastélyt szereztél már vissza embereknek, vagy mennyi földet szereztél vissza? Hát nem tudom megmondani, mert itt segítesz, ott segítesz,
nem is tudod, hogy most meg lesz-e valamit, visszaadtak, és utána megint elvették tőle valamit. Tehát nekünk is a család az rendkívül nagy területekért perel, de hát ennek egy töredékét kezeli, mi lehet, hogy mások számára ez is már óriásinak tűnik, sohasem jó állapotban kapja vissza, akkor ezt egyszer az erdőket is évtizedekig kell úgy kezelni, hogy az újra egy megfelelő állapotba kerüljön, a földeket, a legelőket úgy kell kezelni, hogy az megint jó állapotba kerüljön. Tehát ez egy nagy monopoli, ami megy, és néha húzunk olyan kártyát, ami nem szerencsés, néha meg olyat, ami szerencsés. Közben megélünk bőle, csodálatos más projekteken lehet dolgozni közben, mint a Néptánc, mint a Szorvány Kollégium, mint akármi. És az ember szerintem legyen boldog. Istvánnal már többet dolgoztunk egy különböző épületeken. Azért is akartam, hogy jöjjön és nézzem meg, hogy itt kéne csinálni egy falkutatást. Falkutatást? Hát ez a falképkutatás igazából. De azt mondja, nem erről... érdekes terület. Akkor te egy falképkutató vagy? Igen, falképrestaurátor vagyok. Aha. Tehát megkutatjuk és annak függvényében, hogy mit találunk, rehabilitáljuk, helyrehozzuk, restauráljuk. És itt is az a gyanútok, hogy itt vannak értékes freskók? Ugyanúgy ennek a kastélynak, a kuriának a kollégája, a testvére az olasz Teleki. Jó magam kutattam meg. És abban is ugyanúgy találtunk reneszánsz falfestményeket. Hú, de ez már akkor nagyon értékes, igen. Nem? A 16. 17. századi, tehát 1600-as évek, 1500-as évektől 1600-as évek végig készült reneszánsz falfestmények, amik nagy divat volt itt Erdélyben, abban a periódusban. Na most is, ha az, mivel ugye ennek a családnak a kisebbik épülete volt, igen, ezért elég valószínű, hogy ez ugye az, ami a fő rezidencia, hogy akkor itt is valamit kéne találni. És hát ugye mielőtt nekilátsz bárminek egy ilyen épületbe, azért jobb tudod, hogy mi van benne. Rossz gyerek nagyon voltál? Nagyon rossz gyerek voltam, igen. Tehát ez a estél keltél, te voltál az, aki fölmászik a fára és leesik, meg minden? Nem esik le, még tovább másik, ágastúl szakad le. Tehát ez a, igen, állandóan telefonálnak a tanárok, az igazgatók, hogy hát az a probléma, hogy igen, nagyon rossz voltam. Néha, én az a típus voltam, akit meg kellett pofozni. Semmi más nem hatott. Nem volt más eszköz? Semmi más. Én konkrétan kértem a verést éjjel-nappal. És ha nekem nagyon szükségem volt arra, hogy rólam szóljon a történet. Én ilyen hihetetlenül így zavart azt, hogy itt most vele beszélnek, most és velem nem. És akkor én nekem mindig kellett valamit, és valakit böködni, és rugdosni, és csapkodni. És ez így nagyon nem. Tehát ezt ugye a társadalom meg így a család annyira nem élvezte. Úgyhogy megkaptam ért, ami jár. De aztán lenyugodtál? Aztán lenyugodtam szép lassan, igen. Csöndbe kell maradnunk, mert hát viszont halkan kéne beszéljünk, igen, mert ugye itt vagyunk benne a Magyar Lapádi Szorvány Kollégiumnak az egyik épületében, ahol éppen a helyi vagy a gyermekek, akik itt élnek, ők most éppen tanulón vannak. Ugye ezek azok a gyermekek, akik a környező román falvakban csak néhány magyar gyermek van, és ott nincs magyar oktatás, Magyar Lapádon viszont van, és akkor itt egy kollégiumban ők itt laknak, és akkor lehetőségük van magyarul tanulni. Ja, hogy itt laknak, elindulnak reggel az iskolába, és visszajönnek. Igen, tehát ez egy pótotthon, hétfő reggeltől péntek délutánig. És akkor mi hazavisszük őket, és hétfő reggel elhozzuk őket. Itt vannak szobák is, ahol vannak szobák, igen, ilyen 2-3-4 ágyas, 5 ágyas szobák. Ők saját maguk elosztják, hogy ki kivel szeretne aludni. És akkor hát 3,5 éves kortól 13 éves korig vannak most a gyermekek. Akkor ez egy általános iskola. Általános iskola, igen, és óvoda. És most 20 gyermek van, aki a lapádi iskolába jár, de nem magyar lapádi lakos. És hát tulajdonképpen ők ilyenkor kapnak egy lehetőséget arra, hogy ők ugye jobban tanuljanak, magyarul tanuljanak, anyanyelvükön tanuljanak. A helyi iskolának pedig nagyon jó, mert van
több gyermek, és nem vonják össze az osztályokat, nem szűnik meg az iskola. És mivel délután is foglalkoznak velük, illetve a magyar lapádi gyermekek is bejöhetnek tanulóra délután, ezért az iskánk a színvonala is sokkal jobb. Ugye, mert a gyermekek délután elvégzik a házi feladatírást, tanulnak egy kicsit, és akkor ugye sokkal előrébb tudnak jutni. És hány településen van ilyen szorvány kollégium? Hát Erdélyben most azért lassan már vagy 30 ilyen van. De ezek a gyerekek, ugye milyen magyar gyerekek, tudnak magyarul, igen. Ja, hát van a családban meg... magyarul beszélnek, igen, nem? Hát, igen, nem mindben, de van ahol a gyermek már kevésbé, vegyes házasságokban kevésbé beszél jól magyarul. Ellenben itt egy év alatt mindegyik azonnal. És egy ilyen intézmény, ezt tulajdonképpen manapság már egy ilyen viszonylag nyugodt, adminisztratív békében lehet csinálni, vagy azért a román hatóságok ezt nem szeretik annyira? Ezt hagyják, mert ezt ők is jónak tartják. Sőt, vannak olyan románok, akik ezt szponzorálják is. Na. Mert azt mondják, hogy ez jó, összeintek hátrányos helyzetű gyermekeket támogatni, és lehetőséget adni nekik, ez nem egy világ vége. Azt nem tudom, hogy annak van bármi oka, hogy sokkal több a lány, mint a fiú. Ezt mi se tudjuk, hogy miért, de így alakult. De így alakult. Hogy... nem tudjuk miért, de pont így alakult, hogy a lányok jelentkeztek. Kevesebb fiú jelentkezik? Igen. És a fiúk mindig kérdezik, hogyha hallják, hogy jön egy új, hogy és fiú lesz? Lesz kivel focizni? De a lányok is elég belevalóak, úgyhogy van kivel. És Erdélynek a multikulturalitása, az mit jelent manapság? Mert azért változtak itt a dolgok, tehát az most mit jelent? Én azt gondolom, hogy mindent megtalálunk az ilyet szinte minden területén. Most vegyük a gasztronómiát, vagy az építészetet, vagy a táncot, a mulatságot, akármit. Mind ezt a szász, magyar, román, cigány, itt minden van. Sajnos... sokszor úgy érezzük, hogy az állam fél ettől, és próbálja teljesen lerombolni az összes ilyen kultúrát, és ezt a rendkívül hasznos és gyönyörű sokszínűséget, és próbálja ezt csak egy irányba, aztán csak is kizárólag a román nemzet és annak a kultúrája létezik, amit viszont nézzünk körül Erdélybe, hány darab olyan román templom van, ami 300 évvel ezelőtt állt. Tehát van egyébként, tehát most lenyünk Hunyad megyében, kapunk egy kis fa templomot, de azért ez nem volt jellemző, ugye, lássuk be. Lássuk be, hogy nem volt jellemző az se, hogy itt kifejezetten a román fafaragók dísztették volna végig Erdélyt, az se, hogy a román kőtemplomok álljanak a Szászföldön. Nem, ezek különböző más nemzeteknek amit rendkívül szép és csodatosá teszi Erdélyt, ezt ki lehetne használni. Milyen volt az első találkozásod Erdéllyel? Mire emlékszel? Mi az, ami megfogott például? Hát az első találkozásom a töltött káposzta és a töménytelen pálinka, úgyhogy édesanyám mondta, hogy kicsi fiam, tegnap este pont úgy néztél ki, mint most reggel. Az első találkozás az Erdélyben sokaknak az, hogy a nagy barátság közben úgy berugatják, és ezt 16 évesen én is pont ugyanígy csináltam. És a zene hozott ide egyébként? Tehát akkor már táncoltál a zene? Nem. Nekem pont fordítva. Én akkor még családi ügyek miatt, restitúció, kárpótlási ügyek miatt jöttem. Már 16 évesen? Hát édesapám olyankor már tanította nekünk, hogy akkor itt miről is van szó, igen. Tehát itt már 90-es évek végén itt azért már voltak ebben, ezekben már az ügyek már működtek. És akkor éppen én egy temetésre jöttem, de így én akkor elkezdtem így járni Erdélyben, mindig többet édesapámmal,
És igazából egy erdélyi út kapcsán kerültem én be egy tánctáborba a Magyar Lapádon, és akkor jöttem rá, hogy hát ez jó. Tehát addig te nem táncoltál? Én addig egyáltalán nem táncoltam, sőt, kifejezetten elleneztem. Mert kiskoromban kötelező volt sváb néptáncot tanulni, és én nem szerettem. A következőt szeretném a drága fiúktól kérni. Ha fognak egy lányt, és azzal elkezdenek táncolni, akkor nem tehénkedünk rá, mert elfáradtunk, meg nem dülöngélünk így jobbra-balra a tika, mint a részeg lennél, hanem mondjuk egy kicsit olyan férfiasan álljunk oda, jó? Tehát csináljuk úgy, és akkor hogy mozgassuk meg azt a lányt egy kicsit, és a másik pedig, amikor forogtok körbe, és kicsit ilyen minek nevezzük, zuhanyzó fejkezetek van, és nem ez a, ugye ebbe kell legyen élet rendesen, már jobb, mint amikor mondjuk megszülettetek, de kicsit még fejlesszük, jó? Oké? Okay. És te hogy képzeled el Erdély jövőjét? Neked milyen az ideális jövőkép a fejedben? Hát ez egy nagyon kényes téma, ugye? Most kéne válaszoljak egy olyat, ami megfelel ennek, annak, amannak és amannak, hogy ilyenkor szokták passzolni a kérdést. De miért ennyire problémás ez? Hát a vágyakat el lehet mondani, nem? Igen, én azt gondolom, hogy ugye vannak különböző elgondolású emberek, tehát van, aki azt mondja, hogy akkor a revízió, mindent visszacsatolunk Magyarországhoz, kitűzzük a magyar zászlót mindenhova, és szoktuk mondani, hogy akkor az azt jelenti, hogy jelenleg 6 millió román nemzetiségű embert csatolunk Magyarországhoz, akik a magyar parlament 33%-át fogják adni Budapesten. Az tudjuk, hogy ha valakinek 33% van a magyar parlamentben, az már egy elég kemény történet. Tehát ha a maradék magyar az három felé oszlik, akkor már ők adják a miniszterelnököt Budapestre. Ez azért egy érdekes szituáció lenne. Ez tulajdonképpen román érdek lenne? Ez egy titkos román érdek. Igen, és akkor azt mondanák, hogy adjuk Moldvát is, és akkor már kész vége. Tehát nem, én azt gondolom, hogy Erdély, ezt nagyon jól megmondták annó is, hogy amikor önálló lehet, akkor legyen önálló. Ha Magyarországhoz lehet csatolni, akkor csatoljuk oda, de most szerintem jobb, ha önálló lenne. Én nagyon, nagyon boldognak tartanám magamat, hogyha lenne egy önálló Erdély. Én nem tartom például a székely autonómiát kiválónak a szorvány számára. Mert ugye onnantól kezdve a szorványnak egy nagyon nagy támasza megszűnne, és annyira magára maradna, hogy igazából parlamenti képviselet nélkül is maradna. Mondjuk számunkra az lenne sokkal jobb, hogyha Erdély önálló autonómiát kapna, unblock, és lenne egy mondjuk 25%-os magyar részvétel, egy 25%-os magyarság Erdélyben, és a szorvány számára ez egy sokkal erősebb lehetőség volna. És a Farkas jól ért a tánchoz? Hát nem tudom, milyen a jó fiú táncos? Ezt meg lehet fogalmazni? Meg tudjátok, hogy ki a jó partner? Vagy ki az a... Hát te lányok, valamit kell mondani, nem lehet... Fordulj el, Farkas! Nem, tényleg mondjál, mitől jó egy fiú táncos? Ha? Legyen jó képű, vagy mi? Mitől jó táncolni valakivel? Jó, hogy jó tánc közben vele. De mitől érzed jól magad? Igen, ugye a barátod azért jó, ne, vagy jó vele beszélgetni, vagy jól vezet? Vagy... Jó, nem mondjuk azt, hogy jól vezet. Igen, mert egy olyan lánynak is, mint én, akinek nincs ritmus érzéke, vagy izgódása. Nincs ritmus érzéke? Hát nem mondanám. És amellé egy olyan fiú kell, akinek van ritmus érzéke, és akkor jól lesz. És akkor repülsz? Igen. És milyen személyiség a Farkas? Szigorú? Szigorú? Önök akar lenni, de nem tud. Azt gondolom, hogy az a végén, amikor a fiúkkal így, ilyen férfi táncot táncolok, akkor te be kéne álljál. Jó, jó. Köszönöm szépen!
Erdély miért raboltál? Mert lehettél volna te Pest megyéből bármi. Lehettél volna, élhetnél Londonban, New Yorkban, bárhol. Én a Kárpát-medencéből nem szeretnék kimenni. Én a Magyarországon... De miért nem? Voltam meleget, és nem tetszik. Itt érzed jól magad? Itt és Magyarországon érzem jól magamat, és itt még jobban. De miért? Hazaérsz, bemész a saját házadba, és jól érzed magad, mert hazaértél. Én úgy érzem, hogy én hazaértem.